Péntektől még drágábban lehet tankolni a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi árát 8 forinttal, a gázolajét 6 forinttal emelte a MOL. Így a 95-ös literjéért átlagosan 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 700 forintot kell fizetni az autósoknak. December elején szüntette meg a kormány az üzemanyagokat érintő ársapkát, azóta piaci áron tankolhatunk. A kőolaj ára folyamatosan változik, ahogy a földgázi is. Ez utóbbinak decemberben jelentősen csökkent a világpiaci ára, de ez a gázszámlákban nem látszik, mondta 35 perc című műsorunkban Gerhes Miklós közgazdász. A decemberi alacsony árak azok még nem jelentkeznek az árkalkulációban. Egyrészt, másrészt pedig a magyar tárolók, ha a gáznál maradunk, akkor Magyarországnak körülbelül 11 milliárd köbméter gázt tud tárolni, és ezeket a tárolókat nem csak Magyarország, hanem Európa összes országa feltöltötte. Viszont magas áron töltötte fel. Az alacsonyabb árak azok majd most jelentkeznek. A fogyasztás pedig nem olyan nagymértékű, hiszen jó az időjárás, nem nagymértékben ürülnek a tárolók. Ezért azt lehet mondani, hogy ha majd pótlásra kerül a sor, véleményem szerint egy olyan két-három hónap múlva, főleg ha most hidegebb időjárás jön, akkor minden bizonnyal lehet beszerezni, és remélhetően alacsony áron lehet ezeket a gáztárolókat pótolni. Nem csak a gáz ára, de az élelmiszereké sem csökken a boltokban. Ott 40-50%-os áremelkedéssel is találkozhatnak a vásárlók. Csak az ársapka alá tartozó termékeknek nem növekedik az ára, már ha kaphatók. Gerhes Miklós szerint a kormány kénytelen lesz fokozatosan kivezetni az élelmiszereket érintő árszabályozást. A ársapkás dolgok pedig felvetnek egy olyan helyzetet is, hogy ez az inflációt gerjeszti. Hiszen el fognak tűnni magyar termékek a piacról, például a burgonya. A Magyarország burgonya termelésének a készlete olyan március végéig elegendő. És ekkor belép az, hogy minden valószínűség szerint Lengyelországból hozunk be majd burgonyát, a lengyelek viszont nem fogják adni olcsón. Tehát a kereskedő piaci áron kell, hogy megvegye. És ha működik az ársapka, akkor ezt a kereskedő fogja lenyelni. Ugyanúgy, mint a benzinnél. Ami azt jelenti, hogy, és már tanúi vagyunk annak, hogy egyre több kiskereskedő dobja be a törölközőt. Egyre több kisbolt zár be, vagy nem tart bizonyos termékeket, mert gazdaságtalan. És neki kell finanszírozni a veszteséget. Úgyhogy, hát én azt hiszem, hogy ez az év rámegy arra, hogy a ársapkás termékeket kivezetik, hát ezek a kényszerhelyzetek fogják majd hozni. A közgazdász úgy látja, hogy nem elsősorban az orosz-ukrán háború okozza a magas inflációt, hanem a forint gyengülése és a megnövekedett kereslet. Gerhes Miklós úgy számol, hogy a 2023-as év mindenképpen rámegy a gazdasági helyzet stabilizálására.